A hagyományoktól eltérő körülmények között egy különleges kiállítással jelentkezett Ördög Margit Tűzománc grafikus művész a Jászárok Szállási Petőfi Művelődési Ház munkatársainak szervezésében létrehozott bemutatón. A nemzeti ünnep apropóján nyílt meg a virtuális térben az alkotó első grafikai kiállítása. Először ősszel próbálkoztak azzal, hogy a közönség elé tárják a grafikákat. Még őszre kanyarodnék vissza, amikor szerettük volna egy helyi alkotónak a kiállítását megrendezni a nemzeti ünnephez kapcsolódóan. Sajnos akkor ez nem történhetett meg, és most februárban a kollégáimmal, illetve az alkotóval azon beszélgettünk, hogy ha minden kötés szakad, akkor is valamilyen formában szeretnénk ezt a kiállítást megrendezni. Emlékezett vissza korábban a szervezés előkészítésére Lószi Péter, a művelődési ház igazgatója. A 25 éve Jászárok szálláson élő Kalla Andrea gitárjátékával kísért Múló idő című tárlat március 14-től érhető el a város honlapjáról. Ez az első alkalom, hogy Ördög Margit grafikai munkáit a nagy közönség is láthatja. Felkérés nagyon boldogan fogadtam, mert 2009 óta nem volt gyakorlatilag kiállításom, akkor volt a Hitvallás címmel, az Tűzománc volt, és voltak elfekvőbe grafikáim, és október 23-án akartuk, de aztán ez a helyzet elvitte, és akkor szóltak nekem, hogy most március 15-én jó lenne csinálni valamit, és akkor hát így ilyen 3D-s virtuális kiállítás lett ezekből az elfekvő munkákból. A bemutatót már sokan megnézték, és számos pozitív visszajelzést kapott környezetétől. Ördög Margit leginkább Tűzománc munkákat készít, 1989 óta folyamatosan dolgozik. A Jászságért plakettjének alkotója. A jövőben is zománcozással szeretne foglalkozni. Képes krónikának bizonyos elemeit szeretném feldolgozni zománcba. És ez mikorra készülhet el? Hát, reményeim szerint még az idén. Az online tárlat továbbra is elérhető Jászárok Szállás honlapjáról.